És akkor most kapcsoljuk Tarik Demirkánt, a Türkinfo főszerkesztőjét. Jó reggelt kívánom! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, jó adást kívánok egyben! Köszönjük az meg szépen. Volt eddig is, köszönjük szépen. Meg volt. Hát ugye ez most egy nagy huszárvágása, egy másik fontos téma, mert hogy az adásunk során, akik nyomon követik így a startot, azok pontosan láthatták azt, hogy napról napra mindig kapcsolunk egy országot azért, hogy ott abban az adott országban hogyan tudnak helytállni, hogyan kezelik ugye a koronavírust. Törökországról sok mindent olvastunk azért az elmúlt időszakban. Tegnap esti hír, hogy most már rosszabb, mint Kína, a helyzet, több beteg van, mint Kínában, 86 ezer fölött van a fertőzöttek száma, ezzel a hetedik legfertőzöttebb ország Törökország, és kvázi gócpontként tekintenek rá. Szóval Törökországban baj van? Igen. Mondjuk nem, tehát a kilencedik jelendek, a összes fertőzöttek számát tekintve, halálozások száma is 12, azt hiszem, világviszonylatban. De a népességet tekintve olyan 15. 16. tehát népesség arányosan nézve eseteket, akkor úgy 15. 16. sorban szerepel. Persze ezek statisztikák, valós élet más, minden nap új halálozások. Tegnap 127 halálesetről számoltak be, és ennek megfelelően természetesen Törökországban nincsen jelenleg a topon a dolog, tehát még mindig súlyosodás várható elkövetkező napokban. Újabb a rendeletek és újabb korlátozások, mint hallgatók biztos bizonyára tudják, két hete kezdődött Törökországban minden hétvégén, tehát a péntek éjszakától vasárnap éjszakáig két napot tartalmazva kijárási tilalom van 30-31 nagyvárosban. Tehát próbálnak új megoldásokat találni, de tegnap isztambuli polgármester javaslata volt az, hogy a két hetes kijárási tilalmat javasolt, mondván, hogy Isztambul nagy metropolis 14-15 millió lakosával nem lehet két nap alatt rendet teremteni, tehát hosszabb távú kijárási tilalmat hát javasolt. Hát igen, meg bocsánat, ezek különböző stratégiák, tehát van ez a nagyon radikális elképzelés, hogy akkor két hétig senki nem megy sehova, ezzel izolálni lehet a vírust és meggátolni a terjedését, vagy van az a stratégia, hogy nyújtsuk el, a betegeket tudjuk kezelni, ennek meg súlyos gazdasági hatása van. Egyébként szerintem Törökország számára is még szóval nagyon sok gazdasági hatása van. Mondjuk Görögországban azt hiszem a GDP-nek a 30%-a a turizmus, Magyarországon 7-8%-a, tehát ez egy nagy kiesés. Törökországban mekkora az arány a GDP-nek, hány százaléka? Statisztikai adatra nem emlékszem, de viszont nagyon jelentős az idegenforgalomnak a szerepe. De Törökország számára gazdasági vetületet nézve nem csak idegenforgalom lenne az, ami komoly kiesést okoz, hanem Törökország nagyon rossz pillanatba érte ez a pandémia. Ugyanis elmúlt két év gyakorlatilag Törökország nagy küzdelme volt világviszonylatban is, gazdasági fennmaradás, mármint gazdasági növekedés, csökkenés próbáltak valahogy elhárítani, de nem jött össze. Túlfűtött gazdaságnak nagyon komoly következményei voltak. Elmúlt másfél évben török valuta majdnem értékének a felét vesztette. És ennél fogva Törökországban akár Nemzetbank, akár költségvetés a gazdasági tartalékainak nagyon jelentős részét már nemzeti valuta védelme érdekében elhasználta. Tehát olyan nehéz helyzetben van török kormány jelenleg, hogy nem tud mozgósítani olyan forrásokat, ami adott válság esetében mondjuk 5 évvel azelőtt mozgósítható lettek volna. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, minden jót kívánunk. Viszont hallásra, viszont látásra.